Nyitott kapukkal vár mindenkit a színház december 1-én este 10-től. A nagy színpadon ugyanis a Szentírásé lesz a főszerep, amelyet 10 perces váltásokban önkéntes jelentkezők olvasnak fel egy végtében szünet nélkül. Összehozni az embereket, közösségé kovácsolni, egy olyan közösségé, amely azért gyűlt össze, hogy meghallgasson egy olyan szöveget, amely szövegben tulajdonképpen az emberiség leglényegesebb, legfontosabb erkölcsi tanításait közvetítik a számunkra. A városvezetés azt reméli, ezzel újabb hagyományt teremtenek a városban, és minél többen válnak résztvevőivé ennek a közösségépítő lelki eseménynek. Az intézményeinknek feladata az, hogy próbálják a közösségépítési missziót is fölvállalni. Ebben azt hiszem, hogy a kulturális intézmények eddig is élen jártak, így a Vörösmarty Színház is, és azt, hogy most a Vörösmarty Színház egy ilyen akcióval, egy ilyen programmal, egy ilyen rendezvénysorozattal jelentkezik, az a szerepvállalást jelent az adventi időszakban is, a felkészülés időszakában is. Az pedig, hogy a Biblia a színház nagy színpadán szólal meg, egészen más perspektívába állítja az új szövetséget, mondta Spányi Antal megyés püspök. A Szentírást bevisszük a színházban, nem szentségtelenítjük meg, hanem inkább megszenteljük a színházat és megszenteljük a világot. Nem elzárni akarjuk a Szentírást, hogy az a miénk, hanem szeretnénk kinyitni, hogy mindenkié legyen. Lehet, hogy valakinek nehéz egy templom küszöbét átlépni, de egy színház küszöbét talán könnyebben átlépi. A felolvasásra november 12-től, azaz jövő hét hétfőtől lehet jelentkezni személyesen a színház irodájában. Az ezzel kapcsolatos részletek pedig megtalálhatók a Vörösmarty Színház honlapján.